Jó estét kívánok! A hétvégén egy átkot vagy egy rossz sorozatot tudott megtörni, megszakítani az Albafehérvár. KC jelesül, hogy olyan meccset nyert meg ebben a szezonban, amelyik az utolsó pillanatban dőlt el. A korábbi, hát 4-5-6 ilyen találkozó egyikéből sem igazán úgy jött ki az együttes, ahogy azt szerettük volna itt Székesfehérváron. A Budaörs ellen azonban így alakult, néhány másodperccel a vége előtt dobta a győztes gólt, amivel 29-28-an nyert a csapat a Budaörs ellen. Gorsenyin, aki korábban például a Dunaújváros ellen pontot menthetett volna hasonló helyzetben, azonban hibázott, úgyhogy most ne ezzel foglalkozzunk, hanem inkább azzal, hogy tényleg nyert a csapat a hétvégén, és egy hajrábeli szituáció tudott maga javára fordítani. Vendégünk ma este itt a stúdióban Deli Rita, a csapat vezetőedzője. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban. Volt nagy örömködés, mert a pályán úgy tűnt, hogy van, és tényleg valami, hát ha tényleg most akkor átszakad, mert mondom, 6 vagy 7 ilyen mérkőzés volt már a szezonban, amikor a végjátékban vagy lehetett volna pontot menteni, vagy a győzelmet kicsikarni. Hát egyébként ugye ilyen volt az őszi Budaörs elleni mérkőzés, amikor ugye utolsó 2 percen belül -2-ről jöttek vissza. De most sikerült. Szóval volt nagy örömködés. Én az úgy volt, és végre lányokat láttam örülni. Néha úgy is tűnt nekem, hogy hirtelen azt se tudják, hogy most hogy kell örülni. Tehát tényleg ez egy olyan fergeteges végjáték sikerült, és amit te is mondtál, hogy Olga Gorsenyina gyakorlatilag egy igazi vezére volt annak a mérkőzésnek, ami azt gondolom, hogy az ő, hát nem is feladata, de amire ő elhivatott, és hát ő ezt képes. Hát egy orosz válogatottban is játszó légiósnak. Úgyhogy ez elvárható. Ez elvárható, úgyhogy nyilván azt le is nyilatkoztam a meccsöt, hogy most már tényleg ez volt a 7. olyan mérkőzésünk, amire hát azért tudva az erőviszonyukat, tényleg fel kell készíteni a csapatot, nem mint hogyha előtte ezt nem gyakoroltuk volna, de célzottan nagyon speciális módon, úgyhogy egy időmérőt lehívtam, ment a nagy óra, tehát végiglátták a játékosok, hogy mennyi idő van hátra a különböző percekkel, másodpercekkel, és hát most azt gondolom, hogy most nem csak a szívük, hanem az eszük is a helyén volt, és tényleg nagyon fegyelmezetten, tudatosan próbálták ezt végezni, de ilyenkor az a kvalitás, ami a játékosokban, az muszáj, hogy előjöjjön. Hát nekünk elég sok időre volt szükségünk. Nyilván tudva azokat is, hogyha most csak mondom, hogy Kisvárda, Vác, ugye ősszel, ott egy-egy góllal kaptunk ki, aztán Budaörsön x-eltünk, MTK-val x-eltünk, Dunaújvároson itthon egy góllal kaptunk ki, tehát annyira piciken múlnak ezek az egygólos vereségek vagy győzelmek, és hát gyakorlatilag ez csapatok sorsát dönti el ebbe az elég szoros mezőnyben. Hát és nem, vagy ez kiderül hétvégén, hogy ez tényleg azt jelenti, vagy hát nem is biztos, hogy hétvégén kell kiderülni a Békés Csaba ellen, de majd a következő szoros meccs alkalmával, hogy tényleg sikerült átszakítani azt a bizonyos gátat a csapatban, illetve a fejekben. De hogyha még beszélünk egy picit a mérkőzés, az első félidőt jobb elfelejteni, talán, hát nem? Hát azt abszolút. Mit mondtál a szünetben? Hát azt inkább nem részletezném. Hát elmondtam, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy elvárható tőle és tőle, hogy azért ne ezt nyújtsa sem védekezésben, sem támadásban, vállalja fel azt azért, amit gyakoroltunk, meg amiért ő itt van, hiszen vezérek nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, és azt teljesen mindegy, hogy melyik csapatot hogy hívják. És akkor úgy gondolom, hogy átfordult egy kicsit a fejekben az a fajta felelősségtudat és szerepvállalás, hogy igenis főszereplőkre szükség van. Hát nem lehet mellékszereplőkkel egy filmet lejátszani, úgyhogy ez is valójában ilyen volt, hogy azt gondolom, hogy Gorsenyin a másodikből fantasztikusan játszott, Lavko is, és szép szorgos hangyánként működött a gépezet, illetve hát bevetettem a Nascimentót jobb átlövő poszton, és hát azt gondolom, hogy átlövőket meghazudtolóan játszott, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan pillanatokban is, kielezett helyzetekben ő is felvállalta az átlövési szituációkat, amire egyébként készültünk, tehát kimondott cél volt, hogy az átlövők szerepe ezen a mérkőzésen nagyon-nagyon fontos lesz. Úgyhogy ez gyakorlatilag sikerült. És akkor beszéljünk egy olyan jelenségről, ami szerintem alapvetően az egész kézilabdában, vagy a magyar női kézilabdában téma lehet. Ugye volt talán olyan pillanat, amikor azt hiszem, hogy nálunk egy magyar játékos volt a pályán, uh-huh. Még a Budaörsben egy darab sincs a keretben sem. És ugye most ránézünk a tabellára, és persze nem a Fehérvárra akarom ezt kihegyezni, de ránézünk a tabellára, akkor most ugye ezzel a győzelemmel éppen 2 ponttal előzzük meg a tiszta magyar sorral fölálló Budaörs együttesét. Teljesen jogos a kérdés. Merre tart a magyar kézilabda ebből a szempontból akkor?
Hát két irányba tart, ahol ugye megpróbálnak magyar játékosokkal operálni, vagy azért, mert nincs rá lehetőségük, hogy esetleg olyan magyar játékost igazoljanak, akik akár minőségben, kvalitásban olyanok lennének, illetve akik Európa kupában vagy oda vágyóak, és szeretnék azokat a helyeket esetleg megszerezni, amit most már évek óta akár egy Győr, egy Ferencváros vagy egy Érd birtokol. Ezek gyakorlatilag megpróbálnak idegen légiósokat is igazolni, hiszen egyszerűen nincs annyi kvalitású magyar játékos, nyilván vannak fiatalok, de ezzel, hogy ennyire felturbózódott a magyarban, és gyakorlatilag aki kézlabdázó, és már neve van, vagy nincs neve, az ide akar jönni Magyarországra. Nyilván ez egy nagyon kedvelt terület mindenki számára, menedzserek, játékosok számára, és én azt gondolom, hogy az arányait kéne megtalálni, az árérték arányát, hogy az a kvalitás, az annyit ér, vagy nem annyit ér. És hát visszakanyarodva, nyilván nekem is ez egy komoly fejtörést okoz, hogy akár egy Boldizsár Biankát, akár egy Rózsás Josephine-t, vagy Hudránikot bátran beállítok a pályára, nyilván, hogyha ő jobb, mint a másik. És nagyon sokszor hát arra a következetesre jutottam, hogy gyakorlatilag tudja azt a szintet hozni, amit akár egy idegen légiós. Tehát a nagy kérdés az, hogy valóban részt kell nekünk, fehérvári csapatnak ebben az őrületes hajszában vennünk, vagy pedig megpróbáljuk azokat az értékeket megtartani, továbbfejleszteni, illetve a magyar játékosokat igazolni, mert hát van különbség, de rész sikerekben gyakorlatilag azt gondolom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nincs. Hát ha most lefordítjuk, akkor ugye nálunk nagyon sok légiós van most, igen, a Budaörsben meg egy sincs, úgyhogy a nagyon nagy különbség nincs. Igen. Ugye néhány évvel ezelőtt a kosárlabda bajnokságban indult el egy olyan tendencia, ott is ugye férfiaknál viszonylag kevés volt az igazán jó magyar játékos, ugye az a idézőjelben néhány magyar játékos járta körbe az országot, és verte fel tulajdonképpen a saját árát, drágultak a magyar, épkézláb játékosok? Tulajdonképpen igen, tehát egymás generálja ugye ez az ördögi kör, és azért azt el kell mondanom, hogy volt olyan játékos, magyar játékos, akit szerettünk volna nyáron leigazolni, de nyilván egy nevesebb csapatot választott, még akkor is, hogyha esetleg a padon ül, és ez lehet, hogy fiatal, lehet, hogy már rutinosabb játékos, úgyhogy nem egyszerű sem az egyesületnek, sem az edzőknek gyakorlatilag megtalálni azt az arányt, hogy azt a célt, amit ugye kitűz az egyesület, azt el tudja érni, de gyakorlatilag most mondhatom azt, hogy az 1-4-be, az 1-5-be 10 csapat szeretne oda kerülni, és most, ahogy a bajnokság jelenlegi állása mutatja, nyilván itt sérülések, sokféle tényező határozhatja meg a végső kimenetelét a bajnokságnak. Most, akik előttünk vannak, azt gondolom, hogy költségvetésben is, anyagi háttérrel is, azt gondolom, hogy bőven-bőven előttünk vannak, és hát ezekkel kell felvennünk a versenyt, még akkor is, hogyha gyakorlatilag 6 légiósunk van, de egyszerűen nincs más, tehát létszámban is most már gyakorlatilag edzéseken van, úgyhogy 12-13-an vagyunk, mert azért nálam 5-6 fiatal játékos van, tehát ők egészítik ki ugye a légiósok létszámát, úgyhogy mindenképpen tanulságos egyébként, és a jövőt tekintve is egy kicsit afelé fogunk tájolódni, hogy próbáljunk meg többségében magyar játékossal játszani. Ugye nagyon fontos azon, hogy a klub életében a kommunikáció, és ugye akkor megint másik sportákból hozok példát, ugye Ocskai Gábor mondta mindig az Ebel csapat kapcsán, hogy a Fehérvár AV19 a költségvetését tekintve az Ebelben a 11.-12. helyen állni nem akarok, mert nyilván nem vagyok tisztában sem a fehérvári klubnak a költségvetésével, sem pedig akár a Kisvárdáival, akár a Vácéval, akár a Siófokéval, de hogy nem lehet, hogy esetleg a költségvetés tekintve, és akkor nyilván az hozza magával, hogy milyen játékosokat tud hozni egy klub. Mondjuk ide a 8., 9., 10. helyre lehet rangsorolni, mondom még egyszer, a költségvetését tekintve a klubot, és akkor meg lehet, hogy a szurkoló is másképp áll hozzá, hogyha ha mondjuk ez a kommunikáció, mert kommunikációban is nagyon-nagyon jó volt Ocskai Gábor.
Igen, hát nyilván itt a szezon elején úgy indultunk, hogy szeretnénk, amikor még gyakorlatilag nyári időszak volt, azért az igazolások még nem zárultak le, nyilván a saját magunk által kialakított keretet néztük, és hát akkor szerettünk volna hasonlóan ugye Európa kupába, vagy ott a 5.-6. hely körül végezni, ami már akkor is egy nagyon-nagyon nehéz hát célkitűzés volt. Hát aztán utána hallottuk, hogy ugye Siófok, Kisvárda, és akkor még sorolhatnám akár a Debrecen, tehát nagyon-nagyon komoly játékos kerettel indult neki mindegyik csapat a bajnokságban. Hát nyilván ebbe a körbe azért mindenki nem tud beleférni, és itt igazolódik be az, hogy amiről az elején is beszéltünk, hogy tényleg itt egy-egy gólok döntenek az aktuális állapotba. Plusz, ha most csak arról beszélek, hogy az aztán abszolút nem volt beleszámolva, hogy mondjuk Hárosolya, aki egy nagyon rutinos kapus, és rengeteg BL meccs van a mögötte, illetve tavaly nagyon jó teljesítmény nyújtott, gyakorlatilag elszaladt a kereszt szallagja, és hát ott álltunk, hogy a Vác ellen Mistina Kittivel és Hernán Dorinával álltunk a kapuba, és természetesen helyt álltak azok a fiatalok, akik hát gyakorlatilag ebbe a akár egy világválogatottak ellen kellett, hogy helyt álljanak, úgyhogy sok tényező az, ami befolyásolja a csapat életét. Most itt nyilván nem magyarázkodva, de ezek a tényekhez tartoznak, és a szurkolókra visszatérve nyilván nekik is az elvárás az, hogy na most nyerjük meg a meccseket, hiszen ez a dolguk azért jön ki, hogy élményekkel menjen haza, de azt a fajta tetrekészséget, vagy akaratot, hogyha nyilván ők látják, és látják a fejlődést, nyilván ők más szemszögből nézik, mert az eredményektől függetlenül is én azt gondolom, hogy játékosok szisztémában ez a csapat sokat fejlődött, mert tudom, hogy honnan indultunk el. Arról nem is beszél, hogy sokféle kézlabdaiskolát kell összevegyíteni, mert most akár egy orosz, egy brazil, egy magyar, és akkor még mondhatnám a szerbet is. Igen, úgyhogy próbálnak csiszolódni az emberek, nem egy gyors folyamat, tehát egy csapatépítés, az nem egyik pillanatról a másikra szól. Arról nem is beszélve, hogy ez is én azt gondolom, hogy ez egy probléma, hogy még alig raktam össze a csapatot, és novemberben, amikor még a bajnokság folyik, már arról kell beszélni, hogy akkor jövőre marad, megy, hova megy, mikor megy, tehát hogy nincs egy nyugalmas időszak a kézlabdában, mert gyakorlatilag egymás generálja már, hogy most én ide megyek, oda megyek, maradok, nem maradok. Az egyébként ugye, akkor egy újabb sportágból például a labdarúgásban azért tényleg a főleg a fiatalabb értékes játékosokkal nem három, inkább 4-5, ma már 6 éves szerződésekről is lehet hallani. A kézilabdában ugye egy év, 1+1 év, 2 év ez a tendencia, ezt lehet hallani. Ez a menedzserek és a játékosok hibája, és hogy alakult ez ki? Mert nyilván, amit te is mondasz, hogy lehetne nyugodtan tervezni a jövőre, hogyha tudná az ember, hogy az az 5 játékos, amiket a nyáron szerződtettem, az a következő 3 évben itt lesz. Hát sok pólusú. Nyilván ez a 3-as menedzser, játékos egyesület, illetve hogy nyilván azt is nézik, hogy milyen célokkal indul neki a bajnokságnak az az aktuális klub, ő ebbe beleillik, nem illik bele, vagy anyagilag az a fajta juttatás a számára megfelelő-e, de nagyon azt, amit ők szeretnének, és a szerződéshez kötött dolgok, azokhoz ragaszkodnak eredménytől függetlenül, ez akár pluszba, akár mínuszba. Én azt gondolom, hogy az a fajta szakmaiság, hogy milyen lehetősége van játék szempontjából, edző szempontjából, hol tud kiteljesedni, hogy ilyen szempontból maradjon például, vagy menjen, ezek az értékrendek, én azt gondolom, egy kicsit megváltoztak. Tehát nem mindig az a legfontosabb a játékosok számára, hogy hol tud jobban fejlődni, vagy szeretne-e fejlődni, vagy neki jó az az állóvíz, hogy az úgy meglegyen az a havi betevő, és akkor majd ugye el vagyunk. Úgyhogy igazából én ebben is látok egyfajta problémát, hogy túl nagy a nyugodtság, és ami nyilván sok oldalú, tehát itt nyilván nem a játékosokra szeretném ezt ráhúzni, hanem egész a rendszerre. Tehát rossz a rendszer. Rossz felé megyünk. Ha a válogatottat nézzük, akkor szerintem egyetemen kijelenthető, hogy valami baj van, mert csúszunk lefele. Hát ez így van, sajnos, ez így van. Nem feltétlenül ugye most a sajtóban azt lehet hallani, meg nyilván beszélgetésekben is, hogy sok a külföldi. Nyilván külföldi is van, sok van,
több csapatban is. Itt most azt gondolom, hogy az első 10 csapatban, vagy még azt gondolom, hogy Kecskeméten is van külföldi, mert nyilván azért kell ahhoz, hogy ki tudjanak állni. De a minőséget, a kvalitást, azt nyilván mondjuk egy Győr, egy Fradi képviseli. Most nem biztos, hogyha én hívom ugyanazt a játékost, akit a Győr is hív, meg a Fradi, és nem biztos, hogy a, nyilván az anyagi rész is, mert nem lehet összehasonlítani ezeket a klubokat velünk, de nem biztos, hogy minket választ. Tehát nyilván egy második vonalbeli, harmadik vonalbeli játékos, de aki alapvetően jó játékos, de kvalitásban azért nem az, viszont elvárásokban pedig már hasonlókat is szeretnének. Én azokat a csillogó szemű játékosokat szeretném, meg van is egyébként itt Fehérváron, akik szeretnének valakik lenni, és szeretnének fejlődni. Azt gondolom, azokban kell megtalálni azt a jó egyveleget, hogy gyakorlatilag eredményesek is tudjanak lenni hosszú távon. De akkor kijelenthető, hogyha most van mondjuk egy 18-19 éves fiatal tehetséges magyar játékos, és őt mondjuk hívja a Fehérvár, és azt mondja, hogy itt 40-45 percet tudsz játszani, mert a képességeid erre predesztinálnak, vagy hív a Győr vagy a Fradi, ott meg jó eséllyel őszabadon kapsz 10 percet, akkor inkább az utóbbi, tehát lehetőséget választja? Ez így tűnik ma? Így. Így, én őszintén eléggé elkeseredett vagyok, mert tényleg saját tapasztalatból tudom, hogy sajnos van ilyen, vagy pedig fordítva is mondhatom, hogy azért, hogy tudjanak edzeni, gyakorlatilag volt olyan is, akit szeretnénk leigazolni, nyilván vannak tárgyalások is ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ugyanazt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, hogy itt is vannak kvalitásban jó játékosok, a fejlődés a játékpercekben, ahogy te is mondtad, az abszolút adott lehet, de nem biztos, hogy ő ezzel szeretne élni, hanem lehet, hogy jó ott ülni egy nagy nevű csapatnak a kispadján. És én nem szeretek saját magam példájával, vagy a mi korosztályunkkal, de gyakorlatilag azért 17-18 évesen meghatározó játékosai voltunk az akkori NB1-nek, és hát válogatott szinten is azért nagyon-nagyon komoly generáció volt, tehát valahogy egy kicsit afelé kell majd tendálnunk, hogy ezek a fiatal játékosok hát még többet tudjanak játszani. És emlékeim szerint akkor egy picit kevesebb légiós volt. Meg talán az egész kézilabdában, meg a magyar sportban kevesebb pénz volt. Ez így van. Gyakorlatilag olyan műhelyek voltak, amik ma jelen pillanatban is ugyanúgy működnek, de hát nyilván ez az óriási támogatottság a látvány sportágoknak hozott magával egy másfajta szemléletet is, illetve hát elvárásokat is, úgyhogy hát Nyugat-Európából, Északról mindenhonnan gyakorlatilag özönlenek a játékosok, és ilyenkor tényleg az embernek vissza kell fognia magát, hogy most akkor mit miért is szeretnénk csinálni. Ugye ott a NECA, ott rengeteg tehetséges játékos van? Hogy látod? Hát nagyon sok tehetséges játékos megy oda, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy akár Fehérváron is az ő útja az adott lenne a csúcspontig, az NB1-es csapatig. Itt nyilván nagyon sok függ attól, hogy a szülői háttérrel a játékos mit szeretne. Nyilván azzal a feltételrendszerrel nem tudunk versenyezni, nagyon sok egyesület nem tud versenyezni, hiszen létesítményekben, adottságokban, versenyeztetésben, most is csak azt mondom, hogy a válogatott edzőket adja a NECA edzői stábja, akkor ezek komoly szívóerőt generálhatnak ugye a játékosok gondolataiba. Nyilván ott is nagyon komoly szakmai munka folyik, mint bárhol máshol, de gyakorlatilag Mistinak itt másfél évet töltött a NECA-ban, előtte ugye a Veszprém Barabásban, Mosó-Magyaróváron játszott, tehát ő tudom mondani, aki most jelen pillanatban nálunk van, és hát úgy a szárnyait úgy kezdi bontogatni, nyilván rengeteg munka van. Az a generáció, aki kiment gyakorlatilag a 98-asok, 97-esek, hát egy-egy olyan ember tudok mondani, aki most a női mezőnyben, ott van az NB1-es klubokban, és azért játszanak, de hát nem sokat tudok említeni. Bízom benne, ez csak az első generáció problémája. Térjünk vissza akkor Fehérvárra, és egy valakit mindenképpen ki akartam emelni, aki légiós, de az utóbbi meccseken én azt gondolom, hogy tényleg viszi a hátán a csapatot támadásban mindenféleképpen. Ugye ő Lavkó, jelen a Lavkó, aki tényleg mintha megtátosodott volna. Ugye most már 2 éve itt van, és beszéltünk a szerződésekről, hogy a tendencia az, hogy 1+1 2 éves szerződést
lehet aláírni. Ő neki lehet ez az oka, hogy megtátosodott, hogy esetleg azt érzi, hogy vagy valahol máshova kell menni, és ahhoz kell játszani, vagy minek köszönhető az, hogy most tényleg így elindult fölfelé, hogy látod? Hát őt azt gondolom, már ősszel is gyakorlatilag a bajnokság kezdetekor egy komoly lépést tett, főleg a támadó játékában, nyilván az átlövések számában, azoknak az érvényesítésében, illetve a betöréseknél ő neki komoly szerepe van. Most az idei évben gyakorlatilag átlövő poszton játszik, mert tavaly azért a szélső poszton is bevethető volt, úgyhogy ő ebben nagyon-nagyon komoly fejlődési tendenciát mutatott. Ami nyilván a gyengébbik része az a védekezése, de most én azt gondolom, hogy ha az összességében nézem a csapatot, akkor ő kiemelkedik fejlődés szempontjából. Hát többféle motivációja van egy játékosnak, maradás, illetve a távozás személyében is. Hát ezt mondja az élet ad rá választ. Időben megtudjuk, hogy igen, akkor ő megy, igen, vagy... Igen. Megy vagy marad. Egyébként a csapat gerince az együtt maradni látszik? Tehát... Igen. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy Olga Gorsanyina zsilinkáztja ugye a beálló pozícióban, Májár Szabina, reméljük, hogy ő most már rendben lesz, bár a bajnokság úgy tűnik, hogy tehát az utolsó pár mérkőzésen fog tudni játszani, ő is marad, illetve Mendi, Boldi Zsárbjánk, tehát az összes fiatal, aki most rendelkezésemre áll, ők maradnak, Pálcéder Orsolya, úgyhogy szeretnénk ezt mindenképpen egyben tartani, és hát most folynak a tárgyalások azokkal, akiknek lejár a szerződésük, hogy ki az, akivel tudunk hosszabbítani, úgyhogy hát nyilván új játékosok is fognak érkezni a csapatba. De akkor a cél, hogy a magyar vonal, és lehetőleg igen, fiatal jöjjön. Igen, szeretnénk mindenképpen. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogy sikerül. Jó, hétvégén ugye Békéssabára mentek, ugye az ősszel nagyon-nagyon simán nyertetek ellenük itthon, viszont a különbség a két csapat között az, hogy a Fehérvár egy picit ugye egy ilyen légüres térben van, ugye a Debrecennel és a Budörssel tűnik úgy, hogy a nyolcadik helyért kell meccselni, hát a Békéssabának meg élethalálharcos a minden egyes mérkőzés. Úgyhogy, és a viharsarokban sosem könnyű. Igen, hát ott sosem könnyű, nem csak nekünk, senkinek sem. Erre készülünk, tehát azt mondtam is a csapatnak, hogy egy percének gondolják azt, hogy most itthon 10 góllal nyertünk, akkor ez most ugyanaz a mérkőzés lesz. Tehát gyakorlatilag szerintem vért fognak inni a Békés Csabai játékosok, mert gyakorlatilag nekik, hogyha nagyon számolgatnak, akkor 4 pontot kéne szerezniük ahhoz, hogy bent tudjanak maradni. Úgyhogy ez egy olyan fajta motivációt jelent a játékosok számára, ami egy plusz energiaforrás. Nyilván ez lehet egy görcsösség is, de hát mi ehhez nem szeretnénk asszisztálni, úgyhogy mindenképpen szeretnénk, még hogyha vannak nehézségeink is, hogy egy-két játékosom nem fog tudni ezen a mérkőzésen részt venni, de most már mutathatja, aki van, és aki rendelkezésemre áll, hogy valójában mit tud, és én azt várom, hogy ebből az utolsó mérkőzésből tényleg annyi örömet és magabiztosságot tudjunk produkálni, hogy, és egy jó kezdéssel természetesen, hogy azért ott 2 ponttal tudjunk hazajönni. És ugye 7 meccs van még hátra a bajnokságból, hány ponttal számolsz ezen a 7 meccsen? Ugye idegenben Békéscsaba, itthon a Vasas, az papírforma, idegenben az MTK, mindig veszélyes ugye, a Siófokot talán hazai pályán le lehet győzni, Győrben azért senki nem szokott nyerni, vagy nagyon-nagyon ritkán, és aztán jön az Érd, és végül Dunajvárosban zárjuk. Hát én 6 pontot mindenképpen számolnék. Nyilván most az elképzelés az, hogy amit te is mondtál, hogy vannak, hát ugye az MTK az mindig egy ilyen mumus csapatunk, most ugye idegenben ott fogunk velük játszani. A 6 pont az, amit úgy gondolom, hogy azt hoznunk kéne, és akkor az utolsó 2 mérkőzésen, ugye a Dunajváros és az Érd, azért egy nagyon stabil csapat, bár több éve már szeretnénk a skalpjukat, de a realitás nyilván nem az. Talán a Dunajvárossal fogunk tudni felvenni egy olyan versenyt, hogyha idegenbe megyünk, akkor is ahol nagyobb a realitás a pontszerzésnek. Így tulajdonképpen abba fogunk tudni beleszólni, hogy azok, akik elő vannak a 4., 5. és 6. helyen, azok ellen még ugye mi fogunk játszani, tehát lehet, hogy mi leszünk itt a mérleg nyelve, hogy ki az, akitől pontot tudunk rabolni.
Úgy de fognak minket szeretni. Hát én akkor először is akkor hétvégi békés Csaba elleni meccshez kívánok sok sikert, meg hát nyilván a szezon hátralévő része, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, köszönjük szépen, ez volt a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak. Ha minden igaz, akkor Fekti István lesz jövő héten a vendégünk, a Jégkorong Akadémia szakmai vezetője, viszontlátásra.